Végre péntek. Most, hogy értékelünk, továbbra se kérünk elnézést senkitől, akit megbántottunk az elmúlt 52 adás alatt. Még jó, hogy a Bálintnak kellett volna beköszönni. Tedd meg, Bálint! Töltött káposzta gőztől elalélt boldog végre pénteket kívánok mindenkinek itt 2021 utolsó óráiban. Így van, az utolsó napja van 2021-nek. Mennyire izgalmas évünk volt, nem srácok? És ha megint jönnek ezek a Facebook posztok, hogy fuck 2021, remélem a következő jobb lesz, és ezt minden évben eljátszuk, ezt 10 éve, minden évben, mint ha van Facebook, ezt mindig, mennyire szar volt ez az év, mennyire szar volt, és egy ember, tehát így szerintem 2021, ha most így megfelelő viszonyítási alapot veszünk 2020-hoz képest, azért hát lényegesen jobb volt. Na, hát egy 1942-höz képest meg aztán abszolút. Sőt, 44-hez képest is jobb volt, gyanítom. Ott meg aztán ne is említsük, egy lapon se. Igen. Sziasztok! Újra végre péntek, az év utolsó napján, 31-én pénteken. Értékelünk egy kis évet. Én még mindig Gergő vagyok, itt van velem Bálint és Dani, a szokásos crew. Hello! Szavazgár. The Crew. Sziasztok, plusz én is becsatlakoznék, ezt hogy bemutattál. Várj egy kicsit, lelőtted a poént. Most akartam ezt mondani. Mindig a végére szoktuk hagyni. Igen. Most akartam mondani, hogy amúgy vendégünk is van. Bocsánat. Nem baj. Méghozzá itt van. Élelmes vendég. Előre köszön. Így van. És egyből megemelte a kalapot. Így van. Hello, Bence. Sziasztok! Igen, Bence csatlakozott hozzánk évet értékelni. Így van. Igen. Bencét hogy mutassuk most be Bálint, mert most ez így... Mert ugye hozzám bizonyos rokoni szálak fűzik, tehát Dani, ezt majd később kapod meg. Adjál már egy maradék szaloncukrot, ember! Igen, ez már nagyon szilveszter, nagyon az év utolsó napja. Most így ilyen kis bohókás és jókedvű adásra készüljetek. Fújd a trombitát mindjárt. Az elmúlt hetek komoly témái után most... Ne fújjad a trombitát, hanem gyújtsad! Igen. Na igen, szóval Bence vendégünk, a bizonyos rokoni szálak fűznek hozzá, így közös anyánk és apánk. Ez így eléggé leszűkítetted. És ugye ő is kalandozik így a podcastek világában, és most amúgy is ritkán találkozunk, mert ő a Nagyfaluban él és dolgozik, én meg itt, úgyhogy most csatlakozott, és akkor így közösen évértékelünk, egy kicsit ugye más szempont is. Két testvér közül Bencének bejött az élet. De azért azt mondom, hogy nem biztos, hogy Budapest az azt jelenti. A Budapest, amire összem, akkor igen. Úgy. Na, de akkor várjál, akkor még miért, csak hogy tényleg jó legyen. Már nem kapok szaloncukrot. Jó legyen az adás, vagy nem csak a meghatottságtól csuklik majd el a hangunk. Hoztam nektek egy kis szaloncukrot. De Bálint, te csuklani fogsz, te nem bírsz csípőset enni. Na figyeljetek, ez olyan szaloncukor, hogy... Ez a megmaradt a falat, elhozom a hülyéknek, majd ezeknek jó lesz. De várjál, ez nem úgy... volt, fogadjunk, nem? Most már ilyenkor meg lehet venni leározva. Figyelj, most sokkal olcsóbb a karácsony. Piros matricás volt, tudod, ez a 70%. Maradt még 4 raklappal a raktárba. Ezt akartod, hogy olcsóbb a fenyőfa most, mint mondjuk 22-én volt. Kiröhögtök, én egy így vettem a karácsony ajándékot unokatesónak. Úgy volt, hogy... két ünnep között mentem be, pont kitottak a boltba, bemettem, és néztem, hogy hú, micsoda leárazás van, és igazából szerencsé volt, mert kétszer annyit kapott abból az árból, amit szántunk rá. Na, hát ez kész haszon. És ezt nem is tudja. Szóval Norbi, ne hallgass az adást. Milyen jó erőt. Norbi! Te mindig dolgozol karácsonykor, nem? Mert nem is kell megvenned semmit. Így van, én mindig dolgozom. Bár mondjuk az idei kivétel volt, mert ugye 25-én, 26-án most nem dolgoztam. Cserébe az összes többi napon igen, még a mai napon is, úgyhogy ez az. És van egy jó hírem. Útban van az tahanovista munkás kitüntetésed? Igen, igen, mert elsőjén is holnap az év első napján is dolgozni fogok. Annyira jó lesz. Én mondtam, hogy tud le ma, de... Kösz. Dolgozzál már egy kicsit előre, hát hogy lehetsz ilyen élelmetlen? Ja. Na, szóval, mit hoztál nekünk? Erős pistás és haragos pistás szaloncukrot. De nyugtass meg, hogy ez nem olyan, hogy van az erős pista, hogy ki van pogácsázva, és akkor le van öntve ezével csokoládéval. Tessék, boldog karácsony. Ez haragos vagy erős? Dani, erős. Haragos kérsz? Nem. Gergő, te melyiket? Én erőset köszönöm, a haragos az legyen a tiéd. Jó? Én is egy ilyen melyiket? Pirosat. Miért a pirosat most? Másikból egy felett maximum. Én megeszek, basszátok meg egy ízét, haragosat.
Jó, hát jól akkor van. Ennyi volt a szilveszteri kiértékelős kis adásunk. Fehér kis száradás, azt látjuk. A... diszkréten így megmutatkozik, ahogy, ahogy a kakaóval így kiült kívülre. Amúgy Bence igazad volt, te Bálint nem lehet, hogy ezt november 12-én vásároltad? Jó, és a kakaós... A kicsapódott, nem? A kakaós torta bevonó, tudod. Amúgy csinálj már egy képet, ezt majd tegyük ki Instára, hogy mégis mit teszünk, hogy tudják majd a... Jó. Jó, követőink, hát hallgatóink. Akkor megcsináljuk, de ezt most nekem én megkóstolom. A kis péntekecskéink. Hogy... Egyébként hála Istennek nem az a koncepció, amit én gondoltam, hogy ki van pogácsázva az erős Pista, és rálöttyintettek egy kis csokoládét. Tudjátok, milyen íze van? Sportszeletes, nem? Sportszeletes. Aha. Na, de van benne egy kis csipi. Arra leszek kíváncsi, bájntam a feketére, a haragos pistára. A haragos egyébként, azt tudni kell rólam, hogy, hogy én nagyon szerettem az erőset, most karácsonykor is rengeteg halászlét beküldtem. És, Bálint úgy van a csuklóssal, mint én a pálinkával. Tehát, hogy nem, bocsánat, nem. Bálint úgy van az, az erőssel, mint én az alkohollal. Egyébként az a... Helyenként csoki szereti, de nagyon nem bírja. Nem túl előnyös, hogy a mikrofonba beszélsz, csak mondom, mert most ezután nem fogsz tudni normálisan beszélni. Na, most akkor, akkor megtörtént nálam is. Hát amúgy ez nem olyan vészes, vagy nem tudom. Nem, nem, kérem sokkal rosszabbra szerintem. Számítottam. Na, mit értünk rá? Sport... Na, mi van, az csípős? Kezdődik. Te figyelj, hadd kóstoljam már meg ezt. Ez a sima csíp, ez, ez finom. Tehát, hogy ez, ez teljesen jó. A sima csíp, és az teljesen jó. Most már dobok egy ilyen, törjem. Törszem nekem is belőle? Bazzák, hogy törjek három felé egy szaloncukrot? Akkor csak törd el kettőbe. Bassza, nem megkülött. Nem baj. Jó? Bálint már csuklik. Hagyod, Bence, egy csak meg. Ne, köszi. Van az a jó kis egészségetekre. Egészségetekre, amikor így csak bizsergeti a szájpadlát. Hát ennek ugyanolyan az íze, mint a másiknak. De mi? Aha. Kicsit masszívabb, de nem vész. De jó, hogy van azt a vizet. Hoztam! Ki az a hülye, akit kitaláltam, és komolyan. Nem, amúgy én azt mondom, hogy ez tök, tök izgalmas. Ennek paprika íze van, gyerekek. Uh-huh. De, adott a... Azért Magyarországon vannak nagyon finom csokijaink. Kicsit masszívabb, de egyáltalán nem bíz. Tök jó. De szerencsi csokigyár. Van ez a, ez a nemzeti minimumunk, a csípős. Mindegy milyen formában. Talán a mexikóiak verték fel velünk a versenyt, jogosan, de más állam. Egy kérdésem volt, te hogy bírsz ezután beszélni? Én visszavonok minden. Az a, az a sima csípős, az jó volt, de ez szar. A haragos, nem haragos veszed, igaz? Nem véletlen, kettő volt bele a haragos, és kb. 8-10 az erős pistás volt. A többit már megette a Bálint, tudod. Jó eszébe egyébként az, hogy összekeveri ezt a kettőt. Mm. Egy olyan dolgot, amit egyébként így a... Mire szoktunk erős pistát tenni? Hát a pörköltbe. A halászlébe. Miért te nem teszel szaloncukrot a pörköltbe? De alapvetően a csoki meg a csili az jól működik. Igen, gondolom ezen az elven mentek. És a csoki se feltétlen édes. Hogy amikor először csokit fogyasztottak ugye Amerikában, azt nem édesként azonosították. Ugyanúgy, ahogy a csizsbabba is teszel csokit, pontosan kihozza az íz. Én ízét szoktam, illetve nem én, ez nagyképű volt. A mennyasszonyom szokott bele fahéjat tenni, egy egész keveset. És tök jól működik. Mint által megsózzuk, de jó. Nekem van egy ismerősöm, aki tejföllel leszi a csilisbabot, és nem tudom hova tenni. Én az is azzal leszem. Tényleg? Persze. Én nem. Akkor te vagy az az ismerősöm, Bálint. Mert emlékeztem, hogy valaki volt, hogy a tejföllel leszi. Nekem van olyan ismerősöm, aki nem eszik köretet a csilisbabhoz, csak kenyeret. Hát az is. Az is én vagyok. Mert én például rizssel szoktam fogyasztani. Akkor ez is a Bálint. Nálunk ez egy családi hagyomány. Nem, az sima, az egy egytár étel nálam. Hú, Bálint, köszönjük, hogy megleptél minket. Na, ezzel a karácsony után megmaradt szaloncukor őrülettel. De amúgy nem rossz ez az erő, ez a haragos pistás szerintem. De mi lesz a következő? Akkor gondolkodjunk már valamilyen ilyen keresünk piacirést, hogy mi az, amit össze lehet, nem tudom. De akkor, ilyen szilveszter tekintetében keresünk, mit tudom én, hogy petárda van benne, hogy... Nem, gaslomjai. Csokis vízlíti. Jelentem, hogy szépen megmárték, és minden abszolút. Az kicsit olyan lenne, mint a vattacukros főtt kukorica. Nem rossz. Mézes parizeres kenyér. Mézes parizeres kenyér. Amúgy én adom a mézes fokhagymás spiritóst. Igen, jó, az... De az megfázása tök jó? Tehát, hogy azzal nincs baj? Igen. Az orvosság az mindenféle nyavajára, ha nem szereted a pálinkát, mint én. Vagy jobb, nem, én amúgy jobb, szeretem is. Tehát figyelj, amúgy is jó. Csokiba tennénk bele a fokhagymát. Csokis fokhagymás, az a picit longshot, ahogy az angol mondja, de nem biztos, hogy nem talál célba. Tehát, hogy... És mondjuk, hogyha vagyjuk ezt az erős fűszereket, borsos csoki? Én a borsot, figyelj, nálam... Az sima. Én voltam Pesten egy ilyen csoki múzeumban,
ahol össze lehetett állítani magadnak a végén egy ilyen kis csoki gyűjteményt, és én kipróbáltam, hogy tettem rózsaborsot a csokihoz, és rendesen jól működött. Mert azon az elven mozogtam, hogy a csilivel jól működik, akkor a borssal is jól működik, és a rózsaborssal tényleg működik. Nálam amúgy nehéz a borssal mellé lőni, mert én főzés közben egy-egy ilyen szemet így el szoktam rákcsálni, vagy kettőt. Azért az erős. De nem, tök finom, meg úgy. Ha nézd a Bálint is, hogy élvezte ezt a szaloncukrat, ugye megfullad. Meg van ez a hiedelem, hogy jót tesz a bors a májnak. Tényleg. Ha azt mondják, hogy a bors az jót tesz a májnak. Ezt nem tudtam. Én azt tudtam, hogy a fűszerek pont nem tesznek jót a májnak. Hogy az EP-nek. Hát, mindegy, én nekem még nem tartok ide. Nem ezen fogunk összeveszni, mert élettanilag ennyire nem vagyok képzel. Én azt hallottam, hogy a hasnyálmirigynek nem tesz jót, de igazából... Hát minden. Akkor lehet, hogy a hasnyálmirigyem már olyan, mint az ujjam. Lehet. Rákülni a pálinkát, azt szétcsapassa. Na ez a másik felfogása, jó magyar ez felfogás. A, ez a pálinka fogyasztás mindenhez is, bazd meg, ez ettől a falnak. Nem, én tudok vele azonosulni. De én csak a jó pálinkát iszom meg, csak az a baj, hogy eddig csak egy forrást találtam, ahol tényleg jó a pálinka, és az Homér cimborám édesapja, tehát hogy ő tényleg fasz a pálinkát. Most kaptam, képzeljétek el a Dani 2-től, ugye, aki volt itt nálunk már sport témákban, banánpálinkát. És alapvetően milyen volt? Alapvetően jó. Egyébként nagyon jó volt. Mikor kérdezik a bácsit, hogy és Józsi bácsi hívott már szar pálinkát? Igen. És milyen volt? Jó. jó. Tényleg egyébként kijött az a banán aroma. Azt mondta, hogy repszemézzel tolta fel a cukorfokát, mert a banán azért az tehát annyit önmagában nem tartalmazna, hogy abba pálinkát lehessen csinálni. Még kell neki egy pár hét hónap, aztán az... Én nem vagyok szakértő sajnos, hogy a pálinkákba, de nyilván az egyik legcukrosabb étel, vagy gyümölcs, ezt tudjuk róla, és mégse... A pálinka úgymond... gyümölcs? Vagy most nem, a banán nagyon cukros, és mégse abból lesz a legjobban fialó pálinka. Ugyanúgy, hogy a megyből jobb pálinka lesz, több pálinka, mint mondjuk a cseresznyéből. Például a cseresznye az egy cukrosabb. De ennek egyszerű oka van az, hogy a banán kurva drága, és nem terem meg itthon. Meg a létartalom. A banán az nem egy ilyen dolog. De mondjuk, a lét, az a legkönnyebben pótolható. Az a vízzel a legkönnyebben, de ezt vízzel a legkönnyebben pótolható. Érdekes amúgy ez a felvetés, mert a banán az tényleg extrém cukros gyümölcs. Igen, és de hogy több ilyen is van, hogy a dinnyéből se tudnak jó pálinkát csinálni, pedig az is egy cukros valami. Ja. Én a legelvetemültebb pálinka, amit eddig életemben ittam, az a berkenye pálinka volt. Nekem a kígyó. Hogy mi? A kígyó. Az a kígyó pálinka. Nem, Frankon kígyó pálinka. Nem, tehát volt egy kígyó az üvegben. A kígyó az üvegben. De hát a szaké, nem? Az valami japán cucc, hogy nem, szakét öntenek a kígyóra. Ez valami mongol cumó volt. De Dani, állatból nem főznek pálinkát. Igen. Hát nem tudom, Mongóliában szerintem az izéből is, a gumicsizmából igazából, is főznek, mint Erdélyben. Becukrozol valamit, bármiből tudsz pálinkát csinálni, az udvaron találsz, kutya gyerek gumicsizma jöhet bármi. Így van. Nem számít. Egy lapát disznószal, egy kis cukor, terjed az, mint a rohadás. Ja. Na, onnan lehet tudni, hogy 2021 jó év volt, hogy most itt röhögcsélünk ilyen élvezeti dolgokon egyébként. Igen. Mondjuk a pálinka fogyasztás. Amúgy a mai adástól most ne várjatok túl nagy komolyságot, azt így szeretném leszögezni előre. Majd én nagyon egyébként komoly leszek. Azért nagyon. Voltak 21-nek komoly pillanatai. Mint például helyenként az EB. Kicsit komolyabbak is voltak, mint szerettük volna. Hát induljunk el az elejéről akkor. Jó, kezdjük az elejéről. És akkor legyünk mondjuk saját magunk a viszonyítási alap. Jó. A végre péntek adása. Mert ez nem hangzik nagyképűen. Hát de mihez szeretnéd hasonlítani? Mihez viszonyítsuk 2021-et a végre péntek? Mert amikor elkezdenünk értékelni az évet, hadd tegyem fel a kérdést, ami nekem mindig releváns volt, hogy ti hogy értékeltek? Nektek tényleg a január 1 az évfordulója? Nekem megmaradt gyerekkorom óta, hogy a szeptembertől. De hogy nem csak azért mondja az iskola, hanem valahogy az időjárás is akkor fordul át. Nekem ez mindig is ez volt. Meg a nyár az olyan intenzív, és akkor utána egy lecsendesedő ősz. Nekem sose volt személyes, hogy most itt van a tél közepén járunk, és akkor csetítünk egyet, és akkor mondd azt valamit egyébként, mert a... most megint egyetemre járok, tehát most megint okom van behányni a szeptembertől, de ez akkor is így volt, amikor épp a két képzés között voltam, tehát hogy még nem tudtam, hogy egyetemre fogok járni, és akkor is behánytam a szeptembertől. Tehát szeptember elsőjén ráül az emberre ez oktatási rendszer által generált poszttraumás stressz, tehát hogy ez a PTSD kicsit így bekacsint a szeptember elsőjén, hogy... Nem tudom, mióta nekem nincsen közöm iskolákhoz, azóta számomra így van, hogy január 1 az az évforduló.
De egyébként ez a szeptember évfordulónak lehet ilyen lélektana is egyébként, hogy ugye az egy nyári szünet után térsz vissza a munka világába, és ugye mindig úgy, hogy ledolgozol egy időszakot, utána megjöhet a megérdemelt pihi. Ugye ezt Feró bácsi is megírta. Tudod, milyen és, és ugye szeptemberben meg mindegy, tehát hogy ha iskolás vagy, akkor iskolába kell menni, ha meg melózol, akkor a nyári szabadságodról mész vissza. Tudod, milyen a szeptember egy, mint amikor a szaunából kijössz és beleugrasz a merülő medencébe. Tehát, hogy így tudod, hogy hasznos, de szarul esik. Tudod, hogy kell, de abban a pillanatban, amikor a felforrósodott tested bizonyos pontjait eléri az a jéghidegnek érződő víz, akkor így kicsit újra gondolod az életedet. Nekem kicsit ilyen volt a szeptember egy mindig. Úgyhogy valóban van ebben valami, amit mondasz. És ki, valaki meg ugye a születésnapján fordul át. Tényleg? Hát, persze. Hát én is általában, tehát így ritkán alszom ugyanazon az oldalamon egész éjjel. Dani, de... már megint! De én lehet, hogy inkább a születésnapon. A karácsonyi adás megúsztuk szóviccek nélkül, de most be fogja pótolni a Dani. Ezt látom bizony, előre. Készüljetek! De jó! Na, ja. szóval igen, akkor vannak a szeptemberesek, vannak a hagyományosak, a Gergő, aki ugye a közösséggel együtt január 1-én, tényleg egyébként ez igaz, hogy abszolút egy kinevezés, és ráadásul még csak nem is évszakváltás. Nem. A tél közepén. Meg vannak a születésnaposok. A tél egyharmadánál nem is a közepén. Igen, ja. Pontosan. Jön. Na, de szóval most mégis akkor haladunk a néplélekkel, és akkor ehhez a egyébként semmit mondó dátumhoz kötjük akkor a nagy évértékelőnket. Igen, a január 1-hez. Én sose kultiváltam túlzottan a szilvesztert egyébként. Miért? Mit csinálsz? Mert ilyen kötelező jellegű. Ahogy fogod tölteni ma este? Lefekszem aludni. Tényleg? Persze. De egy 23-50-kor nem fog egy ilyen szundimont bekapcsolva, vagy ilyen ébresztő? Hogy akkor... Nem, le se szarom. És ti hogy töltitek? Mondjuk Bence, te? Hát házi buli, de már én se úgy pörgök rá erre a dologra. Ez az ilyen, kötelezően kell szórakozni, megszervezni, akkor már nagyobb az ember hátán a nyomás, mint az öröm. Meg hát igazából, főleg, hogyha nálad van, akkor ezért jön a elsőt egy jó kiadós mosogatással, porszívózással, hányás vakarással tölteni, az nem feltétlenül. Nekem az elmúlt 5 évem kb. Most így leírtad, hogy nézett ki, mert általában nálam voltak nálam a házi bulik. Nem, most nem nálam lesz. Hála a jó égnek. Az élmény. Pedig pont gondoltam rá, hogy még most fogom az, csak még az kiüthetné az esti alvásomat, hogyha a Gergő azt mondja, hogy Dani, gyere, bulizzunk egyet, de hát ez se jött be, úgyhogy... Hát felőlem jöhetsz velem bulizni, nem, csak nem most nálam nem lesz. Akarom, most már nem akarom, mint hogyha amúgy se jönnél, tehát tök mindegy. Na igen. Nekem a tavalyi volt nagyon szürreális szíveszt, ez nem egész életemben, pedig már mi az évek óta úgy lakás vagy barátokkal együtt töltjük ezt, tehát nem ilyen kinevezett nagy bulikba, és... Nagyon sok ember tört ilyen lakásokban a szilveszterét. Jó, de Dani! Most nem ugyanabb egyben. Nem, azért az mennyire durva lenne az összes ember egyetlen lakásban tölteni a szilvesztert. Kevésbé bárfárat hallgatok, azért tudják követni. Ki kell nevezni egyet a háztömbbe. Ezt úgy hívják, hogy a város főtere. Az nem lakás, haver. Csak tavaly... bizonyos néprétegeknek, ott nem akarod, hogy az a lakásod legyen a város főtere. Emlékeztek a tavalyi szilveszterre? Igen, emlékszem a kijárási tilalomra. Ugye, 8 órakor taka. Azt hittem, hogy milyen jó volt, hogy a Dani nem volt ott. Ja, tényleg, ja, és akkor nem az volt, hogy 11-kor jöttek még a srácok át, hanem akkor most átmész másik buliba, vagy nem megyek át, mert most már csengetnek 8 óra lesz. De nem is csoportosulhattál feltétlenül. Nem, mi sem voltunk többen 10-nél. Nem. Hát, jó. Nyilván persze, de nálunk tényleg az volt, hogy a barátok átjöttek ilyen, vagy hát néhányan. Délután 2-kor bemartunk, mint az állat. 4-5 óra, onnantól kezdve igen, real. Tehát, hogy 8-ig, 7-8-ig, mert mindenki a félt a rendőrtől. Azt ugye tudjátok, hogy működött akkor is ez a taxi kis kapu? Én hallottam, hogy Pesten kiszedték a taxikat is. Hát nálunk itt a környéken, én pont az ellenkezőjét hallottam, hogy hogy voltak olyan taxik, amik tömve voltak emberrel, tehát tele volt a taxi, és akkor mentek bulikból buliba az emberek, aki most éppen házi bulit tartott, és kapott egy meghívást, és a rendőrök meg ugye nyilván föllemászkáltak, de nem állították meg a taxis. Tudod, azért a tizediken az ötödikre föltolatni, hogy be tudjon ülni a delikvens, az azért cink. A lépcsőn nagyon zörög a felfüggesztés. Igen. Egyébként Pesten kiszedtek taxiból embert. Megállították a taxist, jó, nyilván ő dolgozik, de az utast volt hogy kapta a csekket. Hát az kellemetlen. Egyébként. És ugye ezzel is jutottunk 2021 első egyharmadára lényegében, mert mikor oldották föl a kijárási korlátozást? Május. Nem, elkezdtek enyhíteni. A kijárási talán korábban. Április elején azt hiszem, hogy a 8-at kitolták 10-re, és amikor húsvét hétfő volt az, amikor először ki lehetett maradni 10-ig, arra emlékszem, és akkor a rákövetkező héten már éjfélig.
Én ezért emlékszem a nagyon nagy váltásra, amikor az utcán levettük a maszkot. Az nagyon nagy könnyebbség volt. Az az volt, amúgy igen. Az egyetlen. Aztán akkor emlékeztek. Én is aztán a géppisztolyt is elraktuk, mert már cinkolt a bankrablás után. Az év első felében emlékeztek az oltás mizériára, hogy akkor most mikor kerülök azaz, már sorra, igen. Vagy ugye, oltassak-e, valami ne oltassak. Valamikor február környékén adták be az elsőt, talán itthon. Ugye? Nem, januárban azt hiszem már megkapták a dolgozók, a Pfizer jött, és akkor az EU dolgozókat végigoltották Pfizerrel, meg a nyugdíjasokat. És azóta se jött ki a Horthy Shield. Várj egy kicsit. Ki melyikötök mikor kapott? Az elsőt. Én... Mi nagyon egy kupacba kaptuk. Én mindannyiatok előtt kaptam. Igen. Azt tudjuk, mert te csókos voltál már akkor is. Nem voltam csókos, amúgy, hogyha közelebb húzod a mikrofon. Még... Gergő csókos volt. Én május elején. Május első pár napra. Ugye emlékszem, hogy te a családból nem, te kaptad a leghamarabb. Lehet. Mert igen. Ő is csókos. Én nem, beúszott valami, visszadobtak valami modernát, nem? Ja, nekem egy lepattanó Pfizer jött elsőre. Ja. Nekem, tényleg egyébként. Nekem április... Úgy nyomta, mint Dennis Rodman, érted? Ott volt. Ez... Felhívott a házi orvosom, hogy jó a Sputnik. Hát mondom, jó. Akkor még azt hittem, hogy ha, vízi, tök jó lesz a Sputnik. Legalább kapok oltást, és április utolsó előtti hétvégéjén kaptam. Füreden, a szívkórházba oda mentem, ott megkaptam. És akkor május... Melyik hatásokat tekintve jó helyen voltál? Május elsőjén, vagy május másodikán, azt hiszem... Ott kaptam meg a másodikat. Uh-huh. Ez kicsit olyan a szívkórházba oltást kapni, mint amikor engem egyszer szexárdon majdnem elütött a gyerekosztály előtt a mentőautó. Tehát annál nagyobb esélyem a túlélésre sehol nem lehetett volna gyerekként. Hibátlan. De te mikor szúrtad be? Én ne, ennyire nem vagyok kemény, hogy magamnak adjam. Utánad egy héttel kaptam lehet, talán. Ja. Emlékeztek még, hogy mi mit beszélgettünk így a év elején, hogy az oltásról? Hogy most akkor oltassuk-e be magunkat, vagy ne oltassuk be? Ja, én eleinte nagyon óckodtam tőle, aztán revidiáltam a nézeteimet, és most arra az egyik legnagyobb oltáspártoló lettem Magyarországon. Én attól féltem, erre emlékszem. Gödény Gyuri bácsi meggyőzött. Én attól féltem, hogy majd azokat ilyen meg fogják bélyegezni, akik nem lesznek beoltva, vagy később jutnak az oltóanyaghoz minden, és ugye mi csúcsosodott ki, legalábbis a közösségi médiában, az, hogy te beoltattad magad, te ostoba barom, te megvezethető idióta, te birkanép, te sokkal, gyökér. Sokkal kevesebb laposföldes fórumot javaslok neked. Nem, ez igaz a babájnak, én is ezt itt tapasztalom, hogy hiába kisebbségben vannak azok az emberek, nem oltatnak, mégis inkább hangosak. Aha. Nem tudom, én amikor társadalban vagyok, és van, aki mondjuk nem oltatja be magát, általában ott baromira hangosan mondja, hogy én nem oltatom, mert te miért oltod be magad, ne tudsz erről, ami stb. És általában a többség az meg nem fogja azt mondani, hogy csapkodni, hogy te hát oltsd be magad. Én ezt tapasztalom. Igen, mert a többség az, hogy elfogadja azt, hogy van annyi józan paraszti eszed, hogy beoltatod. Legalábbis feltételezi. Vagy feltételezi. Egyébként bennem is, én mehettem volna előbb is egyébként oltás, de én is kitartottam. Így az elején azt voltam, hogy tök jó, hogy lesz oltás. Sőt, ezt én még 2019-ben pedig te nagyon mondtam, sokáig oltás szkeptikus voltál. Hát voltak fenntartásaim, inkább úgy mondom. Már nem hiszem, 19-ben azt mondtam, hogy kitartás, meg lesz a vakcina, és akkor ezért fasza lesz. És akkor úgy bejött ez, hogy akkor oltani, nem oltani, és olyan szinten indult a propaganda, mind a kettő mellett egyébként, meg ellen, hogy oltassad be magad, vagy ne oltassad be magad, hogy már úgy voltam, hogy szerintem egyébként ez egy természetes emberi reakció, hogy ha valamit így a pofádba akarnak tolni, akkor azért egy pajzsot így oda tartasz magad. Az lesz a Horthy Shield. A reklám kapcsán is ugye így vagy, hogy sok esetben kikapcsolod, ignorálod. Ezt tudnák a pornószínésznők? Na, ezzel kapcsolatban akkor... Egy szakma menne tönkre. Induljunk el egy tematika mentén, nézzük végig az adott adásainkat, amik mondjuk erre a témára kapcsolódnak, és ez volt az 56. adásunk, a vakcina variánsok és káosz elmélet, ez április 16-án került ki, gyanítom egy pénteki napon, és ebben fejtegettük ugye a vakcina variánsok és káosz elmélet, ez a címe annak az adásunknak, és a vakcina variánsokat, hogy ki, mi, milyen vakcinák vannak, stb. És kitaláltuk ugye a saját vakcinánkat, akkor a Horthy Shieldet, amiért akkor bannolt is minket a YouTube először. Azért kaptuk az első bandit, hát a második, mert megint kimondom, Horthy Shield. Nem biztos, hogy azért, mert nem indokolták meg, csak ilyen rendes diktatúrikus módon letöröltek. Igen, de aztán visszakerült. Nem lehet, hogy inkább a tartalom miatt, a voltás tartalom miatt? Nem, meg azért volt, mert hogy népcsoportokra kötöttük viccesen, ahonnan készült, ja. ahogy készültek az oltások, és akkor, hogy a német ugye a Pfizer, és hogy akkor Pfizer! És hogy ki, és milyen... egy ilyen
németes akcentussal is így kibonta. Igen, ahogy most is, úgyhogy Fajza lehet törölni videót, kösz YouTube. De igen, majd te... újra feltöltjük. Vimeóra. Videára. Vagy Inda videóra. Vagy Pornhubra. Onnan biztos nem kerül le. Ott is van account. Legyen? Erre visszatérünk. Ja, jó. Úgyis már gondolkozunk a Gergővel a csatorna innováció. A profilváltáson. Nem a profilváltás, csak az innováció. Na, de ez majd ugye majd a holnaptól majd nekiállunk. Jó lesz a szóval. Tényleg átéltük ide ezt is, hogy a YouTube algoritmus kiszűrt valamit. Igen. Pedig hát amiket előtte, csak akkor még kevesebb hallgatónk volt. Erre haraptak rendesen. Szóval ez a vakcinás káoszámléletes dolog volt az, amikor erről beszéltünk. Utána volt egy ilyen, amikor a nyári emlékeket idéztük fel, hogy milyen is egy jó nyár, milyen is egy felhőtlen bulizás. És akkor még az idei nyár előtt voltunk. Ha bőven, ez kérlek szépen, ez egészen pontosan április 24-én történt ez az adás, akkor került bejött ki. Bejött egyébként ez a nyár, amilyenre szerettétek volna? Én azt mondom, hogy 70%-ban igen. Nekem nem voltak különösebb elvárásaim, Bence. Nekem is inkább bejött, hogy örülök annak, hogy sikerült azért kicsit nyaralni. Külföld az nem jött össze, de Magyarországon azért így nem tapasztaltam, hogyha már vírusról kötünk át, hogy nem volt ilyen gázvírus para. Én csak részben voltam külföldön, mert ugye én Horvátországban voltam. Uh-huh. És ott időnként több a magyar, mint a horvát. A magyar korona ország, ugye tudjuk. Meg ugye baromi vicces volt, mert összefutottam az egyik ismerősünk, vagy az egyik jó barátunkkal ott. Meg úgy, hát ugye egykor függetlenül utaztunk. Egykor még a milyen volt az is, úgyhogy... Egyébként nagyon jó végignézni így a címeket és az adásokat és a dátumokat, mert így látjuk, hogy mi változott akkor éppen a világban, és május 7-én van egy ilyen adásunk, hogy barna tálcán kínáljuk a szociológiai fasizmust. Ugye ez volt az a pillanat, amikor volt egy étterem itt Veszprémben, aki megkülönböztette az oltottakat és az oltatlanokat. Tánca színe alapján. Igen, és van, aki beülhetett az étterembe, van, aki pedig csak kint maradhatott. De ez nem az étteremnek a döntése volt, ez akkor kormányrendelet volt, hogy ha nem vagy beoltva, mehetsz étterembe kintre. Igen. Csak ez az étterem ugye nyilván apparátus hiányában azt mondta, hogy arra saját becsületedre bízzuk, hogy elveszed a barna tálcát, ha nem tudom, ha nem vagy beoltva, a fehér tálcát, mert kétfajta tálcánk van, akkor... Nem, a barnát adták az oltottaknak egyébként, tehát lehet, még ja. Erre is figyeltek. Szegényeim, még erre is figyeltek, hogy nehogy véletlenül a barna tálcát az oltatlanoknak kelljen fölvenni. De az osztrákok a magyaroktól, sőt, a veszprémiektől tanulnak, nem? Mert most ott... Hát ott lengetik be először, hogy ott nem lehet kimenni, nem? Hát, ja, őket azért sűrűsen van csapta. De nem az, hanem hogy ott, ugye ott először az, hogy neked be kell oltatni magad, mert retorzió van, hogyha nem vagy beoltva. Ja, igen, de ez majd, ez 22-ben fog ez csúcsosodni. Hát jó, hogy, igen, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ja. Egyébként én akkor is mondtam, és most is vallom, hogy én kiültem volna fehér tálcával, hogy mindenki azt így, hogy szolidaritást vállalok, de valójában nem, mert ugye egyel kevesebb oltatlan fért volna csak be a helyre. De ez nagyon drasztikus. Nagyon komoly. Ezt ilyen Danisan oldanád meg. Egyébként az az adás, hogyha összehasonlítjuk, mondjuk volt egy ilyen évvel egy oltani, vagy nem oltani, vagy 19 végén, hogy ott szerintem Dani mind a ketten ahhoz a véleményükhöz képest alig telt el négy hónap, és de mondjuk meg is tudjuk indokolni, hogy miért. Tehát nem az, hogy arcuk kapjuk az akkori önmagunkat, hanem... A rendelkezésre álló információk alapján hoztam döntést akkor is, és azután is. Tehát, hogy... Igen. Ennyi. Aztán utána érkezett egy vendégünk, ami szintén egy érdekes téma volt méghozzá, amikor a Péter haverom volt itt a tornatanár úr a közgázból, és kicsit így kiveséztük a generációs különbségeket, és hogy neki milyen megoldásai vannak erre. Azt szerintem egy nagyon érdekes adás volt az idén, mert ott tényleg ütközött az, hogy milyenek az idősebb tanárok, és hogy kezelik le ezt az ilyen fiatal éppen egyetemről kiesett kollégák, és együtt kell velük dolgozni. Azt egyébként ajánlom figyelmetekbe, az a 62. adásunk volt, az tényleg sokaknak felnyithatja a szemét ebbe a témába, hogyha valaki tanárként szeretne elhelyezkedni, hogy ez hogyan és miképpen zajlik. Meg hát, hogy nem minden tanár szemét. Igen. Ha! Megképzeljétek bele magatokat abban, hogy mondjuk ti hogy viselkedtetek a diákként a tanáraitokkal, és mondjuk amit a Peti bá mondott el ebbe az adásba, hogy milyen reakciókat kap, mire kell figyelnie egyébként. Uh-huh. egyébként. És hogy egyáltalán nem egyszerű így. Egyébként. És alapvetően. Főleg. Akartam egy statisztikát csinálni, de nem volt
50 adást vettünk fel ide, nem volt 50 óra a szabad órám, hogy összeszámoljam, hogy hányszor hangzott el tőlem az, hogy egyébként végre péntek be egyébként. Most is kimondtad. Szándékos volt ez. Utána a másik érdekes adásunk szerintem a 64. volt, a térdre kényszerített európai futball. Hát én nekem az annyira nem volt az. Itt már EB-n járunk? Itt már az EB-nél járunk. Az EB előtt járunk, és Dani, itt ott se voltál egyébként. Te nem voltál. Ez volt az első adás, amit kihagytál. Igen. És nem az utolsó. Igen. Az EB-n voltál, nem? Igen, éppen EB-n meccset. Nem, akkor épp nyaraltam. Akkor igen, volt ugye igen. A botrány abból, hogy letérdeltek, vagy nem térdeltek igen, le igen, ez a játékosok. Igen, ez a BLM kultúra, hogy ez így bejött Magyarországra, és nem, bocsánat, Magyarországra nem jött be, Európába, és hogy akkor térdeplünk-e a foci meccs előtt, aminek egyébként több szempontból is hát, hogy megkérdőjelezhető. Egyrészt a sport az egyenlőséget képviseli, vagy hirdeti, innentől kezdve meg már teljesen fölösleges letérdeltetni azokat az embereket, mert mielőtt érdezteted, pont abba a közegben vagy, ahol aztán tényleg mindenki egyenlő. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rád, csak a saját tehetséget, fizikumot az, ami befolyásolja az eredményt. És pont ez volt a konklúzió egyébként ezután az adás után, amit most elmondtál, úgyhogy ez szépen. És egyébként legyünk büszkék nemzetünk fiaira, mert egyrészt helyt álltak az EB-n, és hát, hogyha ha füves mocskos is lett a térdük, akkor maximum egy becsúszás miatt az MAP-ra, nem pedig a meccs előtti térdeplésnél. Aztán utána volt a nosztalgia videójátékok világában. Ez azért egy érdekes, mert ott éppen nyaralni voltál, azt hiszem, igen, valami. És ezt a Danival csináltuk. Igen, az szerintem mind a mai napig az egyik legkevésbé hallgatott adásunk, de ott én nagyon kiéltem. Ott nagyon kiéltük a geekénünket a Danival, az elég vicces volt. Az jó volt, utána pedig a... És mire jutottatok? Bocs, hogy nem vagyok aktív követője a podcastnak. Nem, azért jó, hogy itt vagy, és így bele tudsz kérdezni az adott témákba, amikről most így beszélgetünk, ha valami úgy megragadja. Mi lett a konklúzió? Mert hogy azért az év vége, hogyha most azért tudjuk, a Gergő nincs szabadságon, sose, de azért sok embernek azért hála adott. Mert kis... a hanovista. Mert nem akar szabadságon. Innen a szénbányába megy kapásból. Ilyen főnököm van, látjátok, hogy nem mehetek el szabadságra. Ez egy ilyen ember. De te nem vállalkozó vagy egyébként? De attól függetlenül van egy... Vannak szerződések. Bocsánat, oké, értem. Mindig, hogy évvégén azért szoktunk játszani sokat, hogy... Mi a kedvenc játékotok, és hogy most játszottatok valamit a szünetbe? Pú, most? Én most a GTA Definity-re gondolok, így bújtatottan. Játszottátok-e? Én az a helyzet, Bence, hogy mostanában semmire nem volt időm. Jó, hát csak dolgozol, tudom. Nem, komolyan nem volt időm leülni videójátékozni. A Csille oldalán nincs fönt monitor, érted? De ha én most leülnék újra videójátékozni, és mondjuk szeretnék is majd így január első felében, amikor tényleg el tudok menni majd Szabira, akkor én, a főnöke megengedi. Akkor én ki akarom játszani a Next Gen PS5-ös Witcher 3-at, hogyha addig kijön. Nekem Witcher a kedvencem, a Witcher 3 az a beste új játék szerintem, hogy valaha kijött, és akkor átcsalódtam a Cyberpunkba, hogy muszáj pozitívan csalódom ebbe a CD Projekt Redbe, hogyha már van magyar vonatkozása ennek a kiadónak, és úgy néz ki, hogy januárra végre hozzájöttek egy PS5-höz is, úgyhogy úgyhogy fassa, úgyhogy az lesz az, amit szeretnék kipörgetni. Na, szuper. Mert megrendelted, és nem jön hónapok óta. Igen. Egészen pontosan én már áprilisban. Én is egy havaromnak szeptemberi, az most jött meg. Karácsony. Ez nagyon jó. Ez mind ugye a tengeren túl? Igen. De tudjátok, mi a panasz? Egyrészt chips hiány van. Meg mi? Én ezt hallottam. Én meg akkor azt, hogy a... Akkor a homok titkait nem forgatják újra, mert már nincs hozzá homok. Nincsenek konténerek a hajókra, amikkel ezt szállítják, ja. Mert a Covid elején átmentek, még Kínából ugye kimentek a hajók, főleg az USA-ba, Európába, viszont ugye mivel megállt a gazdaság, nem érte meg üresen visszaküldeni a konténereket, ugye a világgazdaság megtorpant, és most ezek a konténerek nem Kínában, hanem a világ különböző pontjain vannak, és nem, még nem érkezett vissza az összes. Visszatérve egyébként a GTA-s definitíves kérdésedre, nem játszottam vele, tesztet néztem, borzasztóan szarnak tűnik mindegyik. Kutya egy picit, ja. Te játszottál vele? Én játszottam, igen. Azt hallottam, hogy a GTA 3 sikerült a legrosszabbul. Mindegyik közül. Hogy a Vice City az viszonylag okés lett, majd talán mindegyik közül az sikerült a legjobban. A San Andreasban meg nagyon furcsák lettek az arcmimikák, igen. De hogy meg nagyon bugossá vált, de hogy alapvetően a legrosszabb az egészből az a GTA 3 lett. Szomorú. Ja. Nem tudom, sose voltam nagy rajongója a GTA-nak. Minek voltál rajongója? Te azért jó, hogy 10-es idősebb vagy nálam, nem? Én 28 vagyok.
Hát akkor azért annyival még, hála Istennek. Felezd meg ezt. Én 33 vagyok egyébként. Csak jól tartott magam. Háborús évek duplán számítanak. Nem, én, hát én nem reklámozom, de nekem 5000 órám van a World of Tanks-ben. Uramisten, az komoly szám. 5000 óra alatt elvégzel egy képzés, nem? Igen, az egy diploma. Nekem 2020-ban, amikor az első karantén időszak volt, nekem akkor volt az, hogy a márciustól májusig terjedő időszakban Warzone-ba lett ilyen 2000 óra kb. Tehát, hogy így Én csak karanténban mentem vissza az Age of 2-be. Az is borzasztóan be tud szívni. Azaz. Nekem a GTA-val mindig az volt egyébként a legnagyobb problémám, hogy kicsit egysíkú volt számomra. Tehát ez a... Ott az a pali. Most hajtsát rajta. Jó. Most hajtsát rajta még egyszer. Jó. Most tolatva hajtsát rajta. Oké, ez is megvolt. Rendítsek. Most lök ki a vonat elé. Áthajtott rajta? Igen. Oké. Mission passed. Ez egy ilyen nyugtató. Bálint, ehhez hozzá tudsz szólni? Tudom, hogy... GTA-ztam régen. Ja, akkor ehhez igen. De megvártam egyébként, amíg drága öcsém végigviszi az összes pályát, összes fegyver adott, összes kód megvan, és a sportkocsi, gépfegyver, minden, és mentem, és a prostituáltakat fosztogattál. Visszaszereztem a pénzemet tőlük. Azt, hogy a GTA-ben egyetlen egy módon lehetett megcsinálni, hogyha leszúrtak. Vagy elütötted. Ennek olyan pozitív élményem van így a GTA kapcsolatban, hogy egy gépünk volt, és akkor nyilván az idősebb testőr volt a boss. A priorizált? A priorizált, meg ő hackkelte. Tudom, amikor crackkel valaki egy gépet, és te vagy mondjuk, nem tudom, 8-10 éves, akkor csak úgy nézel rá, hogy azt a... Már is nem tudom, mit csináltam, csak elmondták az osztálytársam, hogy ezt másolt be ide, és akkor ezt nevezd át, és akkor majd működni fog. Ó, jó kis régi var ez. Állítólag ez volt a crackkelés. Az első zenei élményem is onnan kapcsolódik, hogy volt egy MP3-os lejátszót, be lehetett illeszteni a rádióadók közé. Igen. És a Bind feltöltött a saját zenével, és akkor én azokat hallgattam, és akkor tök sok olyan zene van, amit onnan ismertem, meg onnan szerettem meg a mai napig. Pedig hát pedig a bátyádnak azért elég érdekes zenei ízlése van. Pedig a San Andreasban csak a K-Rose. Csak K-Rose. A K-Rose. Csak a country. Ja. Az adta egyedül. Az meg a Los Santos Radio is. Los Santos Radio. Nagyon király csak, még. Hozzá tudjak szólni, akkor én fifáztam nagyon sokat. Egy kicsit mindig ilyen José Mourinho-nak képzeltem magamat. Ja, hogy menedzseled a csapatot. Igen, de ugye ez ilyen 2004-5-ös FIFA volt talán. Hát abszolút nem volt kidolgozva ez a karriermód benne. Semmi is volt benne, semmi. Hát nem, de én próbáltam egyébként úgy játszogatni, beleképzelni magamat egyébként. De az új fifákat akkor imádnád, mert ott már vannak nagyon komoly menedzser módok. Csak most már van másik életem is aztán. Nekem ez az NHL volt, ez a sportjáték, meg az NFL, az a hát kettő, ami nagyon hasonló, le tudott kötni. Én most gondolkodok. Szerintem nekem is talán a FIFA volt. Vagy hát a Mortal Kombat, hogyha a sportjátéknak tekinthető. Akkor igen. Annak gyökerei, na, maradjunk annyiban. Igen, aztán... most szemezgetek, aztán megcsináltuk ugye a nagy Star Wars adást. Azt a végre péntekbe. Az egyik leghosszabb adásunk, az egy nagyon komoly érthető adás. Érthető okokból, mert itt emberek előre soroltak olyan dolgokat, hogy így, Jézusom. Igen, ugye ott listáztunk. Ott és listáztunk. Nem rossz értelemben, hanem ugye mindenki a saját. Hány 11 Star Wars film született, a spin-offokkal mindennel együtt, ha jól emlékszem, ugye? Igen. Igen. És egy 11-es listát felállítottunk mindannyian. Igen, bár mondjuk én tudtam volna rajta módosítani, hogyha a sorozatokat is be tudjuk venni, de hát ugye azt beszéltük, hogy azt nem fogjuk. Hát ezt nem is láttuk mindannyian. Mert filmekről volt szó. Bence, vélemény a Star Wars filmekről. És gondolkodj el, hogy a legszarabb és a legjobb. Most neked nem kell 11-es listát felállítani. Figyú, én tipikusan vagy direkt nem néztem meg az új Star Wars-okat, mert csak belenéztem, és látom, hogy ez annyira borzasztó, hogy nagyon nem tetszik. Nyilván szerintem úgy, hogy mindenkinek az a kedvenc Star Wars-ja, amikor ő volt ez az ilyen fogékony gyerek. És ezért én most azt mondanám, hogy nekem a bajos árnyontól kezdve az a három rész, és főleg így, hogy az ember beletekintett a legújabbba ebbe a Kylo Ren-es szerencsétlenségbe, mennyire felértékelődik a úgymond a középső éra? Hát igen. Én ezt mondanám. Bizony. Már a készítés szempontjából a középső. Igen, bizony. Tehát azt mondjátok, vagyis hát azt mondod, hogy akkor a Disney-féle trilógiának pont az volt az értelme, hogy azt tudjad mondani az előzmény trilógiáról, hogy az nem rossz. Igen, pontosan. Hát jó. Igen, el kellett volna felejteni ezt a családregény dolgot, mert már nagyon unalmas volt. Hát ez jött azóta ki új hír. Most úgy érzem, hogy mind a hárman így néztek rá, és agyon akartok verni, mert én amúgy... Tetszett, nekem nem volt vele bajom. Nekem pont az előzmény trilógiával vannak komoly problémáim.
Hallgass meg az adást, és megtudsz belőle mindent. Azóta kipattant valami új hír, hogy csinál Disney még egyet valamelyik karakterből? Nem, vagy most valami... sorozatok most annyira sorozatok beindultak. Sorozatok jönnek. De szerintem minden kárpótolta a Mandalorian, ezt szerintem megmondhatjuk, nem? Az persze. Még nem néztem meg. Mandalorian. Nézd meg, az tényleg érdemes. Én pedig ugye az egyik kedvenc karakteremnek, Ahsokának várom a sorozatát, úgyhogy... Aki igazából. Közelebbről egy köröm gomba. Nem már! Nem Ahsoka! De jó, hogy itt vagy, Dani. Az a baka még a feje is olyan tél. Jaj, na, ez jó volt. Nagyon jó volt, köszönjük. Oké, mehetünk tovább. Szóval akkor szerinted mi a legjobb és melyik a legrosszabb Star Wars film? Hát, mondjuk az utolsót mondanám, ami a legfrissebb, az a legrosszabb. Legjobbnak meg... Hát nem tudod, mit mondanék? A hármat, a Sith-ek bosszúját. Aha. Az. Jó, ez egy elfogadható válasz. A Sith-ek bosszúja az nem rossz. Én is azt mondom. Bár azért itt három birodalom visszavágossal kell megküzdened ezzel a helyjel az első helyért. Jó, azért nem kapott el, nem voltam gyakor fogékony. Aha. Hát nyilván akkor már lehet, hogy a technikai megoldások miatt nem értékelem. Visszanézve a mondjuk a 2000-es évek... A bajosárnak is lényegesen fejlettebb technikával persze. Csinálták, mint azokat. Meg a look nekem nem jött be, az egy kicsit mindig ilyen izé volt, ilyen balfasz. Ilyen whiny bitch volt. Hát igen. Na, utána sört kóstoltunk, vagyis hát sörkészítő volt nálunk itt a Dani, ezt is végre. Azon se volt, azt hiszem, azon se voltál itt, Dani. Azt is skippelned kellett. Igen, valamiért. Tehát pont vizsgáltam. Sörkészítő barátunk jött. Igen, igen. Ott is egy csomó érdekességet megtudtunk a sörökről. A 2021-es évben azt tudom leszűrni, hogy még jobban megkedveltem a kézműves söröket, mint 2020-ban, és most már képtelen vagyok meginni egy ilyen most már bármikor leszűr egy jó kézműves sört. Tehát, hogy ezek a lakossági lágerek egyszerűen pusztítóan rosszak szerintem. Azóta, hogy rátalálta, hogy milyen a sör, mi az a sör. Ezt a történelem során sokan mondták, hogy ezek a lakossági lágerek, ezek pusztítóan rossz. Jó, most mutatott neked egy sört. Ezt Dani, ismered? Dani, hadd nézzem. Ezt a múltkor találtam, kézműves sör, füstölt sör. Én ilyet ittam Bajorországban, amikor kint voltam, és olyan barna sör, és tényleg van egy ilyen kis füstölt kolbászos bukéja. Ez már a dobozról úgy tűnik, hogy ez egy minőségi sör egyébként. De nem tudom, én örülök annak, hogy ugye a kézműves sör forradalommal ugye egyben járt az IPA, ugye a Soprinak az IPA-ja, ami egyébként totálisan nem IPA íző. Az egyáltalán nem IPA. Igen, az egyáltalán nem IPA. Én mindig azt a sört szeretem, és amikor megkóstoltam az rendes IPA-k, az imperial IPA-kat, akkor nem tudtam kötni, hogy mi ez. Én jobban szeretem a könnyebb söröket, az ilyen kis gyümölcsöseket, de ott is vannak tök jó ilyen nem gyümölcsel édesített, hanem csak ugye az élesztő vagy. Igazából ilyen gyümölcsvelőn szokták, azzal szokták ezt szerjeszteni. De nem, az amerikaiaknak vannak olyan éleik, amik bár maga csak az élesztő törzs olyan ananászokat hoz ki belőle, hogy beszarsz, de tényleg. Ja, akkor kb. mint a Weissbier, az a búzasör, melyik az a neve? Az Edelweiss. Az Edelweiss az a búzasör, amiben van az a banános íz, az egyébként egy generált ízhiba benne, hogy így erjedjen le a cukor, és az élesztő hagyjon bent egy ilyen kis ízt. Ezt pont ebből az adásból tudtuk meg, hogy a... Sörre emlékeztet, mint az babavanára, de jó. Kétféle búzasör, ugye a Witbier, meg a Weissbier, és hogy az Edelweiss az Weissbier, és a Witbier, meg az ilyen, azok az ilyen lágyabb ízű búzasörök, ami kicsit ilyen kardamonos, ilyen kis fűszeres ízűek, és azok igen, nekem azok a legnagyobb és kedvenceim. És akkor a pincészet ablakán feszülő pókhálón ülő dércseppen megcsillanó napfény ízét érezzük a borban. De ez nem ilyen, Dani. Mindegy. Meg csak. A kávénak a gyümölcsös lecsengése, kávé ízű. Utána volt egy mindenségről is adásunk, hát arra nem tudom, ott éppen miről beszéltünk. Na mindegy, a 73. Gyanítom, mindenről is. A 73. adásunk az viszont nagyon érdekes volt, mert ott a közös cimborátok volt itt nálunk, a kávésrác, nem itt eszembe a neve. Balázs. A Balázs, igen, a Balázs volt itt nálunk. Igen. És ott viszont azzal meg én nem tudtam azonosulni, hogy mi a jó abba a kifinomult kávéba. Én tehát, se. Hogy ott ő valószínűleg úgy áll a kávékhoz, mint én a sörökhöz, hogy ő egy ilyen Nescafét már nem iszik meg, de... Hát ugyanolyan mondatok hangzottak el, mint előtte két héttel, csak nem az, hogy a sör után ilyen aromákat érzel a szádban, hanem a kávé után ezeket is nagyjából ugyanaz mondás, csak más volt a tárgya mondatnak. Igen, egyébként
a srác mondta a Balázs, hogy ő fönndolgozott Pesten egy ilyen bárba, és hogy ott kedvelte meg a, ezeket a kávé különlegességeket. Én hétvégén voltam abba a bárba. És megkedvelted a kávé 075. különlegességeket? Ott van a Bazilikánál. Nem kávéztam. Söröztem. Meg kell, ne játsszák le ez, mert ugye. Igen. Utána pedig itt volt a Nari barátom, a tetováló művész, aki kicsit mesélt nekünk arról, hogy hogyan is zajlik egy tetoválás, hát ott érdekes dolgokat azóta tudtunk kipróbáltam. Meg. És jól működött? Aha. Jók voltak a tippek, amiket adott? Aha. Annyit na. Adott, hogy ne legyél büdös. Tehát így... A tetováló oldaláról. Úgy vannak olyan, akik mondjuk nem fürödnek, és úgy mennek. Mesélt nagyon érdekes történeteket. És gondolom nem fesztiválon van, hanem rendes szalomban. Igen, rendes szalomban. Méghozzá egy elég nagy nevű szalomban, Siófokon. És mesélt érdekes történeteket. Olyat is, amit inkább nem rögzítettünk, csak így nekem mondta privátba, meg talán nektek is említett egyet-kettőt, de... Igen. Szóval, ja, az ő életük se játék és mese. Amúgy megkérdeztem a tetováló szalomba a csajt, aki tetovált, hogy neki mi volt az ilyen legsokkolóbb élménye. És neki mi volt? És mesélte, hogy ő egy hölgy nemi szerve fölött rajzolt át egy nevet. Hát igen. Azt szerintem kerek az előtörténetre. Kitalálhatja mindenki. Az azért így hardcore. Hát az hardcore. Az tényleg hardcore. Na, mit tetováltattál magadra, Dani? Az Ordo Malliusnak a logóját. Warhammer. Az. Geek. Illetve nem is logóját, hanem az insigniáját. És hova? Így, hogy most pulcsiba vagy ide. Rajtam, vagy nem látszik. A bal mellkasomon van a bordaíven a hónaljam alatt. Mi veszünk, hogy időskorodban már nem figyelsz ilyen... És akarsz még tetkó? Nem. Aztán majd a hónaljszak kitalálja. Nem, ugye sajnos 21-nek volt egy sajnálatos eseménye, hogy a közös barátunk kicsekkolt, és az ő emlékére csináltattam, és én megfogadtam, hogy amikor egy ilyen közeli barátom távozik, akkor mindig csináltatok majd egyet, de mondtam mindenkinek, hogy az elkövetkezendő 40 évben nem kívánok új tetoválást csináltatni, ha egy mód van rá. Ez érthető. Ja, aztán egy kicsit ezután most nem is tudom, hogy váltsak át a következő témára. Ugye mi van a pénztárcánkban, mikor te öcséd volt itt adásban. Igen, és mindenféle befektetésekkel és egyéb tőzsdei tranzakciókkal kapcsolatban. Tényleg, évet is évet értékelünk. Idén volt nem ez a tőzsdén való megállítottak valamit. Volt valami, én nem... Igen. A hedgefoundokat. Megszivatták a Redditről. Igen, hogy ez internetes... Igen. Ilyen közösségi indítása volt. Többek között erről is szó esik abban az adásban. Igen, bocsánat, csak ittem egy kortyot, úgyhogy már... De te nem ezért vagy itt? Szabadságot sincsen, miből gondolod, hogy ihattál? Ja, bocs, hogy ittem egy kortyot, igen. Idén egész sok ilyen kis prevenciós adást csináltunk, nem? Vagy földolgoztunk ilyen komoly témákat. Igen, volt közszolg bőven. Igen, és akkor volt a Bálintnak az a bizonyos mekis szívószálas esete. Kifizettették nem 5 forintért a műanyag szívószálat. Igen, és a különböző vásárlási szokások. Nem papír szívószálat? Nem, műanyagot kértem. Vagy hát szerintem azt, hogy szívószálat kértem. Nem, kifizetted, és még ki is akadtál, hogy miért szar papírt adott, egyszer tényleg. Fizettél érte. Úgyhogy azóta elmentem, és egy fókassegében feldugtam. Én pedig a Bálint mögött az autóba egészen jó állapotban kiabáltam, hogy... Szerintem téged csak átvertek, de nincs ott izé arra, hogy megvenni, nincs lehetőség szívószálat venni. Ez egy drive volt Budaörsön. Éjszaka közepén jöttünk haza. És megálltunk, és hát basszus, kocsiba én nem. Kártyával fizettél? Biztos, nem tudom. Rosszul ütötték be. Nem, készpénzzel fizettünk. Hát a szívószálat már igen. De nem úgy, mindent KP-val fizettünk. Jó, ja, mindegy. Ja. Kifizettük. Plusz én a szívószálamat is. És akkor azon, hogy az adásba felborodtam egyébként, hogy így most ez nem tudom, hogy ilyen népnevelő akart lenni a McDonald's-t, hogy ne termelj szemetet. Hát az is, meg nyilván egy piaci rés. Most látja, hogy mindenki szereti a zöldet, és akkor ezért neki nyitni kell a zöld felé. Persze. Ezért sok esetben így van, hogy ezt lássuk be. És ennek lehet, hogy van jó oldala is, abból szemben, mert tényleg kevesebb szívószál, kevesebb műanyag lesz a földön, de mondjuk a Meki nem azért csinálja, hogy most annyira jó fej legyen, hanem azért, mert hogy látja, nem hogy elvekből, hanem az elve a profit. Jó, csak hogyha leöntöm magam a kocsiba a kólával, mert mit tudom én, egy bukkanó van éppen, és nem volt benne szívószál, mindom kell csinálni, akkor én ki fogom dobni azt a ruhám,
tartom, mert kurvára szemét lesz utána. Mm, nem fogod kidobni. De ha nem nyloninget hordasz, akkor ez a műanyag körforgás nem nagyon befolyásolja. Hát, mondjuk azért a fast fashion is azért van egy lábnyoma. Mindegy. Főmi ruhákat hordasz te bár emberi szemnek. Talán jobban is járunk, mint aki dobja, nem? Ja, volt egy ilyen rage-edés egyébként tőlem, pedig nem én szoktam hozni ezeket a témákat. Aztán Gergő, merre kalandoztunk a... Hát utána... De nem szoktad hozni a rage-elős témákat, ember? Hát te is legalább annyit rage-elsz. Szerintem is, sőt, utána... talán terjedsz a legtöbbet. Amúgy, ha belegondolok, tényleg te rage-elsz a legtöbbet, nem is a Dani. Én csak hangosan rage-elek, de ritkábban. Bár egy ilyen felháborodós, ezt tudom. Megtapasztaltam. Ez már az a tekintete. Ez a boomer mentalitásából fakad egyébként. Valószínűleg egyébként. Ha lenne nála söprű, már ütné a plafont, pedig nincs is fölöttünk senki. Ez az 5 év lakótelepen élés, ez megtette. Egyébként. Megtette a hatását? Morgok. Igen, valószínűleg. Ez a pintes fenyves. Ezek két ilyen nem elit kocsmák Veszprémben, maradjunk ennyiben. Aztán a 77. adásunk az volt, amikor kiakadtam az autóm ügye miatt lévő ügyintézésre a kormány ablakba, az csodálatos. De ugye a múlt héten kaphatta egy kis felmentés, hogy egyébként az USA-ban ugyanígy működnek a dolgok. Ja, igen, úgyhogy igazából meg se lepődök. Most neki ezzel mi se lepődtünk meg, tehát Gergő és autók? Akkor ez mindig ez a vége. Egyébként számomra 2021-es év tanulsága az, hogy ha vesztek egy Audi A8-at, akkor ne egy olyan embernek adjátok oda a kezébe, aki azt mondja, hogy ért hozzá, hanem tényleg egy olyan ember szerelj, aki ért hozzá, különben kibaszhatsz 2 millió forintot a kukába. Ez a... Tudod, hogy hívják ezeket a tanácsokat? No shit, Sherlock. Igen. Szóval én így jártam. De nagyon előadta magát a tag, azóta se érem el, eltűnt. Pedig megkínálnám. Azóta mindegy, már az autó darabokban majd eltűnik, de. Mindegy. Hát szóval nagyon kellemetlen, amikor egy ilyen álmaid autóját csak az udvaron látod. Uh-huh. Darabokban. Az nagyon motiváló tud lenni. Vissza kellett lopni a darabokból minden reggel. Nem, hát igazából úgy indult az egész, hogy kilopkodott belőle cuccokat, az beépített a sajátjába, mert ugyanolyan autója volt, mint nekem. Először ez nem tűnt fel, aztán elkezdett feltűnni, ezt szóvá tettem, majd utána hirtelen félrerakta a vezérlést, cserére vittem hozzá a kocsit, és félrerakta a vezérlést, és nem olyat, amit kellett volna, majd ebből mentem a kocsival, és emiatt egy hajtókar csapágytörés lett, úgyhogy kuka a motor. Minden más működik az autómban, csak a motor nem. És nem éri meg bele természetesen venni egy motort, mert az drágább lenne, mintha vennék egy másikat. Szóval innen is puszíltatom ezt a faszt. Hát ebből az évjáratból nem csoda, hogy drágább lenne. Igen. Ezek azok az autók, amelyeket senki nem szervizelte, akinek a birtokában volt Magyarországon valaha. Ez nem feltétlenül, mert az én autóm rendesen szervizkönyves, és izéből jött, nem jut eszembe. Mindegy, valami külföldi országból, és lekérdeztem, és amúgy tényleg minden rendben van vele, csak ez a balfasz összebaszta. Na mindegy, utána viszont jött egy hatalmas ugrás. A srácok és a német prémium gépjárműveik, ugye? Itt a Végre Péntek csatornán egy kedves, mondhatjuk, hogy haverunk, ismerősünk, egy jófej csávó, aki tényleg hatalmas követőtáborral rendelkezik YouTube-on, meg mindenhol. Bandesz. Igen. The Raven Crooks Bandi eljött hozzánk a Végre Péntekbe, ami szerintem az idei év egyik leg... Az egy nagy pont volt, igen. Az egy hatalmas ugrás volt a csatorna életében, úgyhogy innen is még egyszer hatalmas pacsi Bandinak, és nem tudjuk eléggé meghálálni neki. Kis lépés egy Bandinak, hatalmas ugrás a Végre Pénteknek. ez nagyon jó volt. Igen, ráadásul mi voltunk az elsők, akik elhívták Bandit egy másik, konkurens podcastbe. Egy másik podcastbe, mert ugye a VR-osokkal ott kicsit összeakaszkodott, trió podcastesek se hívták meg. Nem mondanám, hogy összeakaszkodott, inkább úgy mondanám, hogy volt köztük némi véleménykülönbség. Igen, összekülönböztek. Őt személyesen ismeritek? Szóváltásba keveredtek, nem? Vagy ő csak akkor úgymond ez ilyen média koprodukció volt. Igen, ez az volt. Én a Bandit követtem nagyon-nagyon régóta, először nem a saját csatornáján, hanem a Cringebait podcastet hallgattam. Meg először csak hazáig, tudod, aztán. szóval a Cringebait podcastet követtem, amit az egyik barátjával, a Benszülött Bálnával csinálnak, és ott az van, hogy akiket ők renteltek a saját videóikba, ők egyébként renterek voltak régebben, azokat meghívták ebbe a Cringebait podcastba, ahol tisztára moshatják magukat, tehát hogy megadták, ott nem basztatták őket, megadták az esélyt nekik arra, hogy elmondják, hogy akkor ők ezt mégis hogyan gondolták. Ilyen volt például nem olyan régen a Szabi Estes videójuk, ahol én például abba a tagba mondhatni pozitívan csalódtam, mert... Tehát akkor Szabi reggel lett belőle? Dani, nem már! szóval ott tényleg normális magyarázatot adott róla, hogy ő miért így viselkedik.
és miért ezt csinálja a különböző közösségi felületein. De még arra is kitért a csávó, hogy csinált magának OnlyFans-t, meg ilyenek, és hogy elmagyarázta, hogy miért csinálja, és az egésznek az a vége... feltölteni, hogy lepippantasz embereket. Hát pont azt mondta, hogy ilyet azért nem fog feltölteni, de hogy pont ez volt a lényege, hogy... Feltölteni. Csak pénz. Csak a pénz. Semmi más. Mindent a pénzért. És azért ez egy picit így átfordította ugye szemléletemet vele kapcsolatban, azt hittem, hogy ő alapból egy gyökér. De Gergő, ne mentsük fel azért ennyire. Most nem akarom, én nem mentem fel ezt az embert, én csak annyit mondok, hogy pont volt egy adásunk, hogy meddig mennél el a saját érveid mellett, hogyha mellé tesznek egy kurva nagy mennyiségű pénzt. Hogy mikor mennél szembe saját magaddal. És lényegében ugyanezt csinálja, csak ment a pénz után. Jó, de az oké, hogy egy fos tartalmat csinál, szar zenét, várjál. Attól még ugyanúgy ganyi dolgot csinálsz. Igen, ganyi dolgot csinál, csak bevallja, hogy ganyi dolgot csinál, mert ebből van a pénze. De legalább őszintén megmondja. Nem akarom védeni, mert tényleg undorító szar a zenéje, a tartalma, meg minden, de figyelj, működik, van egy csomó pénze. Cipruson él. Tényleg. Aha. Most én ebben nem látok bele semmit pluszba, azon kívül, hogy csak szar a tartalma. Szóval ős, én nem fiatal ember egyébként. Nem, ahhoz ő képest, is 30 pluszos. 30 pluszos, ahhoz képest pedig 16 éves. Bazzek, 30 pluszosan még kurvára nem öreg az ember. Csak hogy ahhoz képest, hogy ő egy 16 éves csak játszik. Csak régebb volt, ha értem. Nyugi, Dani. Nem, ha azt gondolom úgy érted, hogyha párhuzam állítjuk a felhasználói körével. Nem csak a felhasználói körével, hanem hogy amilyen képet ő alkot magáról. Igen. De erről is beszélem úgy abban az adásban. Szóval lényeg a lényegben, hogy hatalmas pacsi bandinak, hogy itt volt nálunk akkor. Ja, közbandez. Igen, mert nem tudom, hogy hallgatja, de azért köszi, Bandi. Meg jó rá a sapka, amit küldtünk, tényleg. Ja, nagyon sokszor hordta a végre péntekes sapit. Saját live-jaiba is, meg minden. Tegnap volt egy cringebait live, az ilyen évvégi, azt is megnéztem. Jó volt. Showtime Zsolti megint jót alkotott, csak mondom. Most ő gerjeszti a feszültséget a YouTube-on, hogyha érdekel titeket egy kis YouTube dráma így az év végén. Na, mi érdekel? Na, mindegy, majd megnézitek. Na, felhoztad a három mondatba. Ja, vázolod. Jó, de most ezzel sikerült elárulom azt, hogy igazából nem 31-én rögzítjük ezt az adást. Úgyhogy mindegy. 30-án, na igen. De nem 30-án, mert ez addig még sok minden ki fog derülni. Mit mondott Zsoltán Zsolt? VV Zsolti mit mondott? VV Zsolti, te... Jogos. Miért? Valami Majka és VV Majka, na mindegy. Igen. Szóval belekötött a Csecse Attilába valami másik izéba, videósba, mert hogy véleményt formált róla, és hogy merészeli, és hogy ne hazudozzon róla a háta mögött. Tehát Gert csinált a róla, csinált egy ilyen tíz, meg hogy ne hazudjon a szemébe, mert hogy ők beszélgettek, csak ő nem írt vissza. Szóval én ebben a témában most nem adok igazat a Zsoltinak. Cicahart. Az igen. Felnőtt emberekről beszélünk, könyörgöm. Nem tudom, nekem van egy kis ilyen ellenérvem a youtuberskedéssel kapcsolatban, hogy ott sok esetben nem is születik tartalom, hanem ilyen reflekció tartalmak vannak, hogy nem kell, van egy valaki csinál valamit, és akkor hárman reagálnak rá, és akkor már az lesz a tartalom. És akkor ez egy kicsit egy ilyen üres valami. Hát legyél te az első. Nem is követek senkit, nem, én ebből így kizártam magam. De titeket követlek. Köszönjük. De csak hazafelé. Ja. Na aztán futuk be az év végébe. Igen, most, utána volt pár adásunk, azoknak úgy nem tartom. Ja, de az internetes tarhálás minta példái, ugye? A Fridericus. Vagy miért adnád el az elveidet? Tessék, pontosan erre rákötök. Az, igen. Ez volt az adás, amiről az elvek eladásáról beszéltünk, hogy ki mennyi pénzért adnál magát. Mire jutottatok? Friderikusz például. Hogy van az a pénz. Van az a pénz. Mindennyien erre jutottunk, hogy van az a pénz. Van, és az összeg az a kilépőm összege egyébként. Hogy akkor... Figyelj, az összeg az volt, hogy 8 millió forint, amit félre tudsz tenni úgy 5 évig, hogy mellette tehát 8 millió forintot félre tudjál tenni, úgyhogy bőven éljél jobb színvonalon, mint ahol most vagy, és ne kelljen az a pénzhez hozzányúlni. Nos, várj, most akkor 8 millió forintról beszélünk, vagy... Nem, hanem... Várj, Dani, hogy fogalmaztad meg? Van egy X összeg, plusz 8 millió forint. Ja, értem. Igen. Uh-huh. Már nem emlékszem, vissza kell hallgatni az hogy ne kell magyarul, fordítsuk le, ne kelljen dolgoznom, és éljek ugyanígy, vagy még jobban. Nem? Igen, és mellette legyen, mellette, hogyha megszakad az egész, még legyen tarcsiba 8 uh-huh. millió forint. Ezért vettük fel a babaváró hitelt. Már megoldottam. És mit kell bevállalni ehhez? Mit vállaltok be ehhez?
Itt volt szó OnlyFansről, volt róla szó. Nem, nálad volt az a példa, hogy neked el kell menni mulatos tévékbe. Ja, igen, az, hogy én mulatos tévébe vezessek műsort, ahhoz mennyi pénzt kell fizetni? Én az, hogy egy nagyon kemény bulvár újságíró leszek. Várjál, bocsánat, igen, az, hogy a fizetésünknek, már szembe jutott közbe, a mostani fizetésünk 3 vagy 5-szöröse, Dani mondta az 5-szörösét, mi a Bálinttal a 3-szorosát, és mellette még fixen 8 millió forint a számlánkon. Dani, neked meg a McDonald's-nak kellett volna a propaganda videókat gyártani. Ja, neked kellett volna Mekinek propaganda videót gyártani. Ez lett volna az, amivel az elveinket feladjuk azért az összegért. Tehát nem mentünk el úgy annyira... Te meg nagyon vérves bulvár újságíró kéne, hogy legyél. Tehát nem ilyen, hogy álljál himkurvának, meg ilyenek. Tehát azért nem... Akkor csak az OnlyFans-ra csak poénkodtunk amúgy. Igen, azt hiszem a Bálint mondta, hogy 50 misér megmutatja a csocsét OnlyFans-t. Addigra növeszt. Most akkor leszóltunk két szakmát, így burkoltan. A bulvárat, mondjuk a blikkes újságírók a szerinket leszóltuk. Üdvözlünk a végre péntekben, ezen ne lepődj meg. Itt örülünk, hogyha túlélünk 3 percet, úgyhogy éppen nem szólunk le valakit. Amúgy a karácsonyi adásunk az viszonylag zökkenőmentesen ment. Ja. Meg hát ugye az elmúlt pár, amikor nem volt. Hát ott csak egy nemzetet szóltatok le, nem? Végül is igen. Egy 300 millió ember. Én aláírnám egy Joe Biden beszólásnak. Utána jól belekötöttünk a celebszakácsokba, Fördőzé és társaiba, azon is egy jót beszélgettünk. Az is vicces volt. Aztán ugye megérkezett így az év végére Iron Channel a pedofil botrányával. Annyira örülök egyébként, hogy a Vas csatorna. Hogy a mi videónk olyan szinten nem lett felkapva, mint a többi YouTube-osé, mert mi teljesen más szemszögből néztük végig ezt az ügyet, mert mindenki csak mondta, hogy hú, mennyire rossz ez, meg hogy most mi lesz, meg hogy ezt nem szabad csinálni, mindenki erről beszélt órákat a YouTube-on, meg hogy mennyire undorít ez az ember, ezt mi is elmondtuk, csak még kicsit más szemszögből. Hát mi kicsit próbáltunk belemenni így maga a pedofil definíciójába is számítanak. Inkább én most, hogy vegyük ezt, hogy te vagy az érintett abban a szemben, hogy neked van egy gyereked. Igen. Te, mint szülő, hogy fogod védeni a gyerekedet, és nem csak azért mondom a pedofilok kell, hanem ugye nyilván is tapasztaltuk a videóból is, meg amúgy is olvas az ember, hogy az online térben azért kapnak olyan támadásokat, amiben így bele tudnak csúszni, és ez nagyon veszélyes. Mit tudsz csinálni? Igen, ezt erre kapcsolatban tettem egy felhívást a hallgatóink felé, hogy küldjék már el, hogy mit csinálják, mert fogalmam sincsen. És tehát hányan küldtek? Na hányan? Szálltok meg. Nem, én is gondolkodtam rajta, hogy mit csinálnék, hogy biztos, hogy van ez a family keylogger telefonokon, meg PC-ken azért ez működik, de ennek szerint, hogyha nincs ideig ilyen, óráig, akkor de... most egy ilyen felhívást, hogy kedves programozók, akik hackkeltek, minden szart megcsináltok, csináltok már egy olyan szülői appot, hogy a szülő tényleg valóságosan meg tudja védeni a gyerekét. Van ilyen app, IRL, úgy hívják, hogy nevelés. Hát jó, oké, értem. De jó, hogy... de most te nem rosszalkodtál gyerekként, hogy már csak azért is megnézek valamit, amire azt mondták anyám még, hogy ne, és akkor megnézted a texas láncfűrészest, azt nem aludtál 3 napig? Amíg régen texas láncfűrészes volt, vagy nálam megnézett igen. egy pinapontút a gyerek, addig most már nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valós támadásokat kap. Én azt gondolom, hogy nem, ezt nem lehet elkerülni. A kezelni azzal lehet, vagy szinten tartani, a gyereknek biztonságot sugározzak, és mindenféle témában. Ez lehet fizikailag is védjen meg, lelkileg bárhogyan. Az otthoni ez legyen egy biztos pont neki. És akkor talán, hogyha ilyen helyzet történik, vagy valami támadás éri, bárhogyan basztatják, akkor azt mondja. Tehát ne tartsa magában, mert az a rossz. És akkor megyünk át a safe space-e. Gyűlölöm egyébként abban a jelenségében egyébként, ahogy mindenki ismeri a safe space. De egyébként lényegében valós. És hogyha már valós probléma, utána kibeszéltük az utcán való koldulást, és hogy a karácsony közeletével mennyien próbálnak hasznot húzni azzal. És nem volt idén nagyon sok. Nem volt, amúgy meglepően nem volt. De akkor arról beszéltük, hogy a karácsony közelettével megszaporodnak az utcán ezek a kéregetők, hogy most gyerekeknek gyűjtünk, aztán igazából csak elteszi a pénzt, meg ilyenek. Igen, és most akkor... meg kezd kikopni. Én örülök neki, de például 2019-ben simán ez a kutyás gyűjtögetés, ez mindig megy a nagyvárosba, hogy ott azt veszem észre, hogy folyamatosan mindig új kutyák, ugye?
mindig kölyök kutya, meg emlékszem, hogy egy helyen laktam még a hetedik kerületben, és ott azért lényegesen több az ilyen lejmolós. Volt egy csávó, akinek folyamatosan be volt kötve a keze. De olyan is volt, hogy a gipszet éppen kicserélte, vagy a kötés még fásló volt rajta, hogy annak nyilván azért, és utána meg működött is neki az a keze, látszott rajta, csak hogy éppen föltette azt a kötést, és azzal. Hát, ha megsajnálják. Igen. Ez igen kellemetlen. Aztán utána Dani nem voltál az abba a három adásba, ami utána jött. Ja, nem. Igen, utána beszéltünk a színházról, filmekről, valóságsókról, illetve a csillagászatról. És így záródott. Az év utána pedig jött a karácsonyi adásunk, ahomit már hallhattatok. A színházast még nem hallgattam meg. Ott Eszter volt nálunk a vendégünk, akivel ugye az ominózus 50. adást is megcsináltuk. Itt volt egy lány. Igen. Az ominózus 50. adást is megcsináltuk, hogy végül is mi a végre péntek, és meg mi ezt csináltuk. Utána a tömadáson kívül megkérdezte, hogy ugye nem sértettem meg színész vagy rendezőt, sem mondom, figyelj, és ha igen, kit érdekel? Ha nem mondasz semmit, tehát hogy egy picike fricsket belett, aztán eltörpül a mellett, amit mi a Gergővel képviseltünk egyébként, hát az, a színész társadalommal hát szemben. Mi azért eléggé savasztuk őket. És utána nekem jött egy példa erre rá, ebbe az évbe, hogy amúgy valóban ezek a sztereotípiák elég rengetegszer jól működnek. Vagy neked volt egy privát munkád? Nekem volt egy privát munkám, ahol színészekkel kellett együtt dolgozni. Érdekes volt. Akarsz róla beszélni? Nem szeretnék róla beszélni. Érdekes volt, maradjunk egyben. Traumatizáló élmény volt? Nem. Ez egy tanulságos élmény amikor volt. Nem csak játszod a keciséget, hanem az. Az is vagy. Off hell. Igen. Köszönöm szépen, megfogalmaztad. Várjál, és miatt még lezárnánk itt bármit is. Mit vártok 22-től? Oly. Már vártam ezt a kérdést. Jó, közvence. Hát mindjárt te feliratkozott. Igen, majd vásárolunk indiai feliratkozót. 22-től. Hát folytassuk ezt az ilyen kifele lábaló tréta. 22. Lesz akkor még harmadik, vagy negyedik, ötödik oltás, azt mondod? Nem. Nem? Nem. Szerintem negyedik oltás lesz. Akkor azt mondod, hogy most 22-ben már talán nem a Covid fogja uralni az egész közbeszédet, meg az egész gondolatiságot. Abszolút. Pláne Magyarországon, ahol egyébként választások lesznek, meg egyéb ilyen dolgok, tehát hogy el fogja vinni a sót. Mint ahogy elvitte egyébként a Covid azt, hogy leégett a fél Amazonas. Ja, az is mindig egyébként volt ilyen. Ezek ilyen hullámokban jönnek, most a Covid az igen, az kitartott elég sokáig, meg azért sokféle módon befolyásolt az életünket, de ez előbb-utóbb találunk egyébként valami mást. Én egyébként azt várom, hogy itt a világpolitikában fognak olyan dolgok történni, amik el fogják vinni a sót. Itt lehet, hogy Kína és az USA között, lehet, hogy Oroszország és Ukrajna között, valahol szerintem még jobban kifognak, és meg fognak feszülni ezek az ellentétek. Idén novemberben volt ez a nagy klímakonferencia, ez a COP26. Igen. Ugye az is egy nagyon nagy felívelés volt, hogy akkor mindenki erről beszélt. Ezzel kapcsolatban, és mégis az is elmúlt. Hát ott azt egyébként Áder János fogalmazta meg egyébként baromi jól azon a konferencián. Aztán, hogy azt mondta, hogy emberek, hogy 20 éve mondjuk azt, hogy az utolsó percben vagyunk. Most már ilyen több kell. Többet kell mondani, és... De ezzel egyébként, hogy aláírta egyébként azt, hogy beszéltünk itt a klímaválságról, de puszíva beszélünk róla, és még mindig itt vagyunk. Én pozitív vagyok egyébként ebből a szempontból, hogy szerintem a Európa Uniónak, így meg Magyarországnak is a klíma politikánk az tök jó. Hogy szerintem a Unió lesz az, aki először elérni ezt a klímasemlegességet. Hogy végül azt érzem, hogy mindenki dobálozik számokkal. Régen még csak 20-a, 30-a, ugye Kína 100-akat mond, ilyen, azt nem tud megfogni. És gyerekként az voltam bennem, hogy mindig mondják ezek a számokat, és hogy megfoghatatlan. Viszont most már 2030-at mondták, lebegtették be a klímasemlegességre, és Magyarország karbon, halad felé. Karbonsemlegesség. Igen, bocsánat, karbonsemlegesség. És úgy látom, hogy Magyarország halad felé, meg a Unióban is vannak azért a dolgok. Én ebbe bízok. Nem fog, de akkor se fogjuk a saját bőrünket tapasztalni, hogy változott bármi is egyébként szerintem. De amikor majd amikor az elektromos német prémiumodba ülsz, nem pedig a V6-os benzinesetbe. Így el tudom képzelni, hogy olcsóbb lesz az elektromos kocsi, meg a napelem nagyjából ennyi. De én ezt nem bánom. A levegő, meg ilyenek, azt én sem bánom. Ez jó irány, szerintem is. De szar, mert nincs hangja. Ki a szart érdekel? Na és mit fog csinálni Elon Musk 22-ben?
Elon Musk 22-ben. Ja, tényleg, hogy leszünk-e Marson? Hát 22 biztos nem. Én tudom, de hogy elindultunk egy erősen ilyen űr meghódítása felé, hogy a 22 lehet, hogy még jobban beélesedik ez? Remélem. Remélem. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy Musk mivel fog előrukkolni 2022-ben. Szerintem biztosabbak lesznek azok a visszatérő rakéták, kicsit jobban ráfekszenek ennek a fejlesztésére, hát, hogy a SpaceX azt úgy, ha már egyszer a hulladék és karbon semlegesség mellett állunk ki, akkor ne legyen még több űrszemét fent az űrben. Vagy kifullad, és akkor Elon Musk lesz. Szerintem 22-ben, ha már így az űrkutatás, nem is Musk fogja itt a legnagyobb hírt benyögni, hanem szerintem 22-ben tudjuk meg azt a dátumot, amikor a következő ember a Holdra fog lépni. De ez majd csak akkor tudjuk meg, hogy jól tudtuk-e. De most a kínaiak erőteljesen nyomulnak ott a Holdon. Hát meg az Artemis programmal az amerikai, vagy a NASA is. De ugye ez volt 24, aztán 26, most talán 28 az utolsó dátum, nem vagyok biztos. Mi a célja ennek, hogy az, hogy ezzel... Én tudom, de hogy minden űrbeszállásnak van egy célja. Most nem az, hogy megnézzük a Holdat, hanem nyilván egy mostani Holdra szállással, mert előkészítünk mondjuk egy azt készítjük kvázi elő, marsos szállást. Így van, igen. Egy tesztnek jó a Hold, mert azért az úgy viszonylag rövid időben megközelíthető. Onnan startoljon majd a Mars misszió. Egy állandó bázist fogunk a Holdon létre. De hát a nácik ezt már megcsinálták, az ott van. És onnan látod, hogy lapos a föld. És jelenleg egy urbex túra, de egyébként fel lehet újítani. A legextrémebb urbex túra a Marson. Nem, mert fölvitték a körkapitányt. Hogy hívják a körköt játszó színészt? Az Istennek nem jut eszembe. Én sem tudom, de... Igen. Ja, valami Chris. Nem. De a körkapitányt ismerik. Ja, hogy nem az új... Dehogy is, az nem körkapitány. Ja. A körkapitány az originál körkapitány. Akkor a kopasz csávót vitték föl, hogy hívják, aki az X-Menbe és az X-professzor. Igen, én csak úgy... Nem, az Picard kapitány. Ja. Te miért vagy ennyire rendben a Star Trek-kel, Dani? Mert én imádom a Star Trek-et. Engem sose fogott meg. Mi nem fogott meg? Mondtam, nem... Én is Star Wars-os vagyok. William Shatner. William Shatnert fölvitte a nem a Bezos, nem a Musk, hanem a harmadik, akinek a Virgin is a tulajdona. Branson. Ez az. A Branson, és a William Shatner csak annyit mondott, hogy it's round, I checked it. Nagyon szép. Akkor szerintem tegyünk fogadalmat így a végre péntekben. Hú, az erős. Tegyünk fogadalmat, hogy mi lesz a végre péntekben 2022-ben? Tegyük meg azt a fogadalmunkat, hogy ilyen 50 adás volt, akkor lesz jövőre. Sok számokban, nem, mert nagyjából ugyanezt fogjuk. Ezt, hogy YouTube-ra fel fognak kerülni nem feltétlen podcast stílus tartalmak is. Most ezzel elcsapogtetted, hogy mivel készülünk. Hát azért ebben elég sok minden belefér még egyelőre, többet így nem. Bálint OnlyFans-e. Igen. De csak a link. De hozzátettem, hogy YouTube-ra, tehát mindenki megszűrhető, hogy itt nem fogunk pucérkodni, mint Galla Miklós. Nem lesz Aurélius helikopterezés. Szóval maradjunk annyiban, hogy 2022-re már ötleteltünk a Bálinttal, hogy egy kicsit meg kellene reformálni ezt a csak podcast dolgot. Innoválni. A podcastek ugyanúgy jövünk a podcastekkel, ahogy eddig megszokhattátok, viszont egy kis extra tartalmat lehet, hogy hozunk majd két hetente, három hetente, hogy majd éppen kijön. Vagy a Dani vizsgázik. Mert azokhoz a tartalmakhoz a Danira is szükségünk van. Daninak meg kettesekre van szüksége minimum. Igen. Úgyhogy így várjuk a 2022-t. Mi? Itt a végre megpróbálok majd kevesebbet szóviccelni. És ti hogy várjátok, írjátok meg. Ja, írjátok meg kommentben, hogy ti fogadtatok-e valamit, vagy mi? Megfogadtatok-e valamit, illetve hogy... Fogadtatok-e idén a lovin? Igen, meg hogy mit vártok ti is 2022-től? Bence, köszi szépen, hogy itt voltál nálunk. Bence, te mit vársz 22-től? Ja, tényleg, mit vársz te 22-től? No, én pozitív. De vagy már 22. Vagyok már 22, több is. Egy jót várok, hogy idéznénk a régi klasszikus. Hát én pozitívan állok ezzel szemben. Én mondom azt, hogy a zöld fordulatban is így most bízok. Az inkább kanyar. Kanyar, jó kanyar. Egy jó nyarat válik, és most ahogy így vissza tekintve, én így megpróbáltam figyelni az időjárás, ugye, hogy mennyire volt kiszámíthatatlan, és azt mondom, hogy eddig viszont a telünk is eddig tök frankó, meg az őszünk is tök frankó, akkor volt ideges, akkor volt meleg, amikor kellett, és annyi csapadék volt, és azt szeretném, és azt várom, hogy ne legyen ilyen akár eső, vagy szél, ilyen természeti katasztrófa, ne legyen legalább Európába. Ezt szeretném, és ezt várom.
Meg kátyuk, meg gödrök. Azok lehetnek, azok nem problémák. Meg legyen tánc. Meg legyen tánc. Adom, legyen igaza. Igen, én meg jó tévét akarok. Jobboldali tévé. Jó podcastet. Igen. Köszi szépen, hogy velünk voltatok egész évben. Tegyétek ezt majd jövőre is, hiszen érkezünk. Ha van kedvetek. Igen, érkezünk. Ha nincs, akkor semmiképp. Érkezünk akkor is podcast tartalmakkal, érkezünk. Ahogy megszokhattátok, illetve továbbra is bele fogok beszélni mindenkinek a mondataiba. Sok-sok egyéb mással. Boldog új évet nektek! Igyatok, szórakozzatok, burizzatok, vagy aludjatok otthon, mint muszáj. A Dani. Ez az ő dolga, és meg ő boomerezi le a Bálintot. És ne engedjétek ki a kutyát. Igen, a kutyákra attól nem vagy boomer, bazek, hogy nem csúszol a saját taknyodon hazáig. De nem mondtam, hogy csúsznod kell a saját taknyodon hazáig. Ugyatok, meg ne aludjatok! Legyetek spiccesek. Igen, legyetek. Csak szalon spicces állapotig szórakozzatok. Azt a legnehezebb. Az a legnagyobb challenge. Hogy szalos piccesre így igen, van? Igen, igen, mert az egy olyan vékony határ, amit alulról nehéz eltalálni. De az a legjobb. És nagyon durván túl lehet rajta csúszni. Tehát egy rossz pillanatban megivott rövid, és vége van. És vége van. Ez kicsit olyan, jól. Mint a tangabugyi. Igen. Jó, csodálatos befejezése ennek az évnek. Ugye és nem az mindegy, adásnak. Hogy kihordja. Miért? Miért teszed ezt velem mindig? Köszi, hogy velük voltatok, én Gergő voltam. Meg Bálint. Én meg Dani. Bence, köszi, hogy itt voltál. Én köszönöm. Sziasztok. Hello.